Jó napot kívánunk! Folytatjuk a képviselőjelölteket bemutató sorozatunkat. Most a második lakótelepi körzet, a 8-as számú választókerület jelöltjei ülnek a stúdióban. Ez a lakótelepen a Szivárvány utca környéke. Ide tartozik a Napsugársétány, de az Őszi Rózsa, a Tearózsa és a Nárcisz utca is. Délről egyébként a Baros utca, északról pedig a Szabadság út határolja. Ebben a körzetben is négyen szeretnének képviselők lenni. A neveket most is ABC sorrendben írtuk fel. Bíró Gyula, a Budaörs Fejlődésért Egyesület jelöltje, Császár Károly a Jobbik jelöltje, Pap Orsolya független jelölt, és Szokolovszki Márka Fidesz-KDNP jelöltje. Mind a négyen itt vannak a stúdióban. Mindegyikőjüknek most is 10 perce lesz, hogy részt vegyen a műsorban. Az első megszólalás sorrendjét most is kisorsoltuk. Ezek alapján kezdődik a bemutatkozás. Elsőként a szó Bíró Gyuláé. Hallgatjuk. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Bíró Gyulának hívnak. A 8-as számú választókerületben indulnék. Budaörs Fejlődés Egyesület színeiben Vittinkov Tamás polgármester csapatában. 1980 óta élek a lakótelepen. 1984 óta részt veszek rendszeresen a közéletbe, 1994 óta vagyok folyamatosan képviselő. 4 cikluson keresztül voltam a Közoktatási és Művelődési Bizottság tagja, ebben az utolsó ciklusban a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot vezettem. 2 gyermekem van, immáron 2 unokám is, és nyugdíjas vagyok 1 éve. Köszönöm. Köszönöm szépen a bemutatkozások során, Pap Orsolya független jelölt folytatja. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. 4 gyermekes anyuka vagyok, Budaörsön több éve élek a családommal. Nagy családosként különösen fontosnak tartom a családtámogatást, egészségügyi végzettségem van, amelyben gyakorlatom is van, és ezért ezen a területen lévő hiányosságokra van rálátásom. Programjaim közül kiemelném a gyermekétkeztetést, a polgárőrség megszervezését, a lakótelepi részönkormányzatot, a közbiztonság megerősítését, a munkanélküliség visszaszorítását. Köszönöm. Köszönjük szépen. Folytatja a sort Szokolovszki Márka, Fidesz és a KDNP közös jelöltje. Üdvözlöm a budaörsi polgárokat. Szokolovszki Márk vagyok, a Fidesz-KDNP önkormányzati jelöltje a 8-as választókerületben. Születésemtől fogva Budaörsön élek. Itt kezdtem meg tanulmányaimat. 10 éven keresztül a Budaörsi Sportklub igazolt labdarúgója voltam. Az utóbbi időszakban az Országgyűlés képviselői irodaházában dolgoztam, jelenleg is tagja vagyok a pénzügyi ellenőrző bizottságnak Budaörs városában. Úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a lakótelepet is elindítsuk a határozott fejlődés útján. Éppen ezért a Fidesz-KDNP a Budaörsi Lakótelepért Egyesülettel kötött megállapodás alapján, programalapú megállapodás alapján olyan program végrehajtására köteleztem magamat, és önök előtt is kötelezettségvállalásomat felvállalom, amely az önök véleménye alapján, az önök elképzelése alapján lett önökkel együtt elírva. Köszönöm. Köszönjük. Következik Császár Károly, a Jobbik jelöltje. Hallgatjuk. Tiszteltel köszönöm a kedves megjelenteket és a nézőket, illetve azok számára, akik ilyen szombat déltájt is arra vetemednek, hogy politikai vitaműsort néznek, ebéd közben jó étvágyat kívánok. 43 éves vagyok, 2 gyermekes családapa, a Budaörsi Jobbik alapító tagja vagyok, római katolikus van vallásom, civilben programozó matematikusként számítógépes rendszereket vitelezek ki és tervezek. Néhány szót szeretnék mondani a motivációmról, hogy miért is indultam én el ezen a képviselői választáson, ebben a 8-as számú választókörzetben. Legfőképpen az motivált, hiszen én előtte nem nagyon terveztem, hogy nyilvános politikai szereplést vállalok, az motivált, hogy főleg azokra a képviselőkre való tekintettel, akik nagyon régen itt a választókörzetben tevékenykednek és képviselni próbálják, képviselik akár a választókerületet, akár Budaörsöt, azt látom, hogy folyamatosan gyarapodnak a megoldatlan problémáknak a számai, a halmaza növekszik. Így aztán előbb-utóbb kénytelen voltam szembenézni az, hogy ha valakinek ezt csinálni kell, akkor ezt csináljon, aki ezt meg is teszi. Furcsán fogalmazok, mert ugye azt veszem észre, hogy 4 évente a képviselőjelöltek megvilágosodnak, és hirtelen mindent tudnak a választókerületükről. Így van ez most is. Látom, hogy nagyon felkészült urakkal, hölgyekkel vagyok, nem csak most, hanem egyáltalán a tévében találkoztam összezárva.
Erült eszembe egy híres székely vicc, amikor Áron bácsitól megkérdezik, hogy igaz Áron bácsi, hogy mindehez ért? Erre ő, igen, mindehez is értek. Hát valami ilyesmit veszek itt észre. De nem akarom elkomolytalankodni a dolgot, a viccet félretéve. Valójában azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amik nem a napi, hétköznapi dolgokhoz kapcsolódnak, hiszen azokat intézni, rendezni mindegyes képviselőnek kutya kötelessége, ez természetes dolog. Nem fog itt centéről-centéről arról beszélgetni, hogy melyik járdát hol kell felújítani, kötelesség ez mindenkinek. Inkább koncepcionális dolgokat szeretnék elmondani, hogy miben érzem úgy, hogy Budaörsön általában, illetve ebben a választókerületben sokat teendünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, ez volt tehát az első kör. Megmutatjuk, hogy kinek mennyi ideje van még, és akkor kezdődik a vita. Bíró Gyula 9 perc 20, Paporsolya 9 perc 28, Szokolovszky Márk 9 perc 7 másodperc, Császár Károly 8 perc és 3 másodperc. Most akkor kezdődjék a vita. Miről beszéljünk elsőként? Kérdezzük Bíró Gyulát. Én elsőként azt vetném fel, ami már itt el is hangzott, hogy a jelöltársaim mik azok, amivel elégedettek itt a körzeten belül, mi az, amin változtatnának, és ezt én most kiterjeszteném az egész városra, hiszen egy képviselő nem csak egy lakókörzetet képvisel, hanem egy egész város, tehát ezt tudomásul kell venni. Tehát ez lenne kérdésem. Köszönöm. Melyikőjük kezdi? Paporsolyáé a szó, hallgatjuk. Hát elsőnek azzal kezdeném, amiben pozitívumot látok. Nagyon sok szép parkunk van. Az iskolák, óvodák folyamatos felújítás alatt állnak. Amiben én változást szeretnék, és sok más szülővel ezt megvitatva, például a gyermekétkeztetés kapcsán, a mostani cég, aki kiszállít a közintézményekbe, minőségileg és mennyiségileg nem megfelelőnek találom, és azért is fontos a gyermekek számára, hogy amit az iskolában és az óvodában ebédként elfogyasztanak, megfelelő minőségű és mennyiségű legyen, mert nagyon sok helyen idő és pénz hiányában nem tudnak többször étkezést biztosítani otthon. Ez lenne az első probléma. Az egészségügy területén a várakozási időnek a lerövidítése, mert több hónapot várni, főleg, hogyha egy komoly problémáról van szó, akkor az nagyon elkeseríti a betegeket, a közbiztonság is megerősítésre szorul, és valamint még a munkanélküli, a nagycsádosok a támogatva részmunkaidőt javaslok, és hogy az anyukáknak így könnyebb legyen a mindennapi életük, valamint, hogy itt Budaörsön olyan munkahelyeket létesíteni, hogy ne kelljen időt és pénzt áldozni az utazásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez ugye érdekes, hogy az önkormányzat hogyan tud részmunkaidőt biztosítani, de majd talán akkor kifejti erről is a gondolatait. Szokolovszky Márk folytatja. Én személy szerint természetesen elégedett vagyok a külső építési munkálatokkal, úgy, mint az állami panelprogram elindulásával és ugye a társasházak külső burkolatának, szigetelésének az elkészítésével. Ugyanakkor a nyugati övárok is természetesen készülünk is el nagyobb hibákkal, illetve a lakótelepen sok útnak az újraszőnyegezése is folyamatban van. Ugyanakkor azzal nem értek egyet, hogy egy 4 éves ciklusban miért az utolsó 3 hónapra maradt gyakorlatilag az összes előző választási ígérete a képviselő úrnak. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly következik. Számítottam a kérdésre, főleg Bíró Gyulától, de kell ismernem férfiasan, mert ugye rendszeresen hallom a Budaörs Fejlődési Egyesület képviselőtől, hogy ők egy csomó minden elégedettek ki Budaörsön. Nekem az a véleményem, hogy aki képviselőként indul Budaörsön bármelyik választókörzetben, annak feladata van. Nem arról kell beszélgetni, hogy most hájjal kenegetjük magunkat, hogy mi most elégedettek vagyunk, és milyen gyönyörű szép a múltunk. Vagyis az a véleményem, hogy ha minden tökéletes és ilyen kánáni tisztaságú lenne, akkor nem lennek szükségek nagyjából képviselőre sem, egy szakmai stáb elvezetetni a várost. Én inkább arról szeretnék beszélni, mert nagyon is nem vagyok elégedett. És ezek közé csak felsorás szerint, hiszen még ki fogunk rá lyukadni a vitában,
Nagyon nagy tudósai lettek itt, rengeteg képviselőtek a közbiztonság kérdésének, a térfigyelő kameráknak, meg ilyeneknek. Erre majd én külön szeretnék kitérni, hogy most nem is lopnám vele a saját időmet. Ugyanígy közlekedés, Budaörs szerethetőséges, hasonlók, ebben szerintem nagyon komoly hiányosságok vannak, úgyhogy én majd inkább a szakterületeken mennék tovább ez ügyben. Köszönöm. Köszönöm. Hát akkor mindenki válaszolt. Bíró Gyulász, kérjük, hogy saját véleményét mondja el. Köszönöm szépen, rengeteg észrevétel hangzott itt el, amire a 10 percem se lenne elég, ha mindegyikre válaszolni akarnák. Én úgy gondolom, hogy itt elindult a lakótelepen egy lakótelep fejlesztési koncepció, amelyik lépésről lépésre halad előre, és mint említettem, hogy egy képviselőnek nem csak az a feladata, hogy a körzetét képviselje, hanem az is, hogy egész várost képviselje. Elhangzott a KDNP-s kollega részéről az, hogy miért az utolsó 4 évben történnek a nagyobb arányú fejlesztések. Tehát egy roppant egyszerű magyarázata van, hogy a többségi Fidesz-KDNP képviselőtestület az előző 3 évben a lakótelepre egyetlen forintot nem szavazott meg, avval a felkiáltással, hogy a panelprogram az így is rengeteg pénzt vitt el a várostól. Ez egyébként igaz, és köszönjük szépen, és köszönöm a lakótelepi lakosok nevében is. Ebben az évben sikerült egy olyan egyességre szert tenni, hogy a lakótelepre, és ebbe beleértem mind a két körzetet, 400 millió forintot sikerült megkapnunk. A nyugati övárok, csak röviden kitérve, teljesen szabályszerűen épült, ugye az a középben a vidéki vízigazgatóság kiadta az engedélyt. Egészségügyi várólista jelen pillanatban a költségvetésben még mindig 40 millió forint benne van, amelyben azt szeretnénk, hogy ez a várólista csökkenjen, és mellesleg vásároltunk, a önkormányzat vásárolt az egészségügyi központ mellett egy épületet, ahol például a fizikoterápiát fogjuk majd, vagy fogja üzemeltetni a egészségügyi központ. Köszönöm szépen egyébként. Köszönjük szépen. Császár Károly jelentkezett még a témához. Igen, egy apróságot szeretnék hozzátenni meg ehhez a dologhoz. Kicsit furcsálom különben, hogy most itt az előző ciklusra visszautal képviselőtársam. Ugyanis, ha jól emlékszem, ő azért 20 éve itt képviselő, 12 évig végig kormánya voltak. Nem mondhatja azt, hogy nem volt meg a központi támogatás. Én valahogy úgy látom, hogy ha akkora akut probléma lett volna itt a lakótelepen elintézni ezeket a dolgokat, amiket felvetett itt mellettem a képviselőtársam, akkor meg lett volna a mód és lehetőség. Mint hogy lehetőség volt arra, hogy egy irtózatosan pazarló úszodaberuházást csináljanak, amit évről évre ki kell tömni pénzzel ahhoz, hogy egyáltalán működhessen. De ez csak egy példa. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szokolovszki Márk. Ehhez is a képviselőtársam hozzászólásához annyit fűznék hozzá, hogy a Fidesz-KDNP-nek nincs többsége a testületben kb. 3 éve, úgyhogy nem tudta volna ugyanúgy megtorpedózni ezeket a fejlesztéseket. Köszönöm. Köszönjük, Bíró Gyula még. Köszönjük szépen, nem mennék bele a személyeskedésbe, azt azért nem gondolja a képviselőtársam, hogy Jobbikos az általában velünk együtt szavazott volna, Jobbikos képviselőasszony, és helyenként még a független Lejpán Tibor sem. Tehát én úgy gondolom, hogy ez abszolút torz a dolog. A Jobbikos képviselőtől megkérdezem, hogy melyik 12 évre gondol. Köszönöm. Ő kért szót, Császár Károlynak adom meg. Nem csak őre gondoltam különben 12 év alatt, azért itt 3 ciklus azért, ha jól emlékszem, lement azért MSZP-SZDSZ belkekben, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy furcsa ez, amit Bíró Gyula képviselőtársam mond. Egyébként meg arra visszatérve, hogy a Jobbikos képviselő mikor hova szavazott, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy hát bizony, való fél úton áll meg a dolog, mert mi igyekeztünk szakmailag dönteni szemben a politikai ideológiákkal. Pont erre vagyunk ilyen büszkék, hogy mi azok vagyunk, akik vagyunk, és nem más. Köszönöm. Köszönjük szépen. Gyorsan ránézünk az órára, és akkor kezdünk egy újabb kört, egy újabb témát. Bíró Gyula 7 perc 7, Paporsója 7 perc 51, Szokolovszki Márk 8 perc 23, Császár Károly pedig 6 perc 19. Akkor most kérem szépen Paporsóját, hogy vessen fel egy témát, kérdezzen valamit. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni a képviselőjelölt társaimtól, hogy a buszvégállomáson hajléktalanok tartózkodnak, és hogy meg a lakóházak lépcsőjén is ezzel zavarva az ott élők nyugalmát, hogy erre milyen megoldást tudnának mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hajléktalan ügyben Szokolovszki Márk. A buszvégállomás kérdése ugye a korábbi választások során is többször felmerült. A programunk első pontjaként szerepel ugye a buszmegállomás és környezetének felújítása, ami akkor a hajléktalan kérdést is magában foglalja. Elsősorban az épületet kell felújítani, teljesen átalakítani, kiegészíteni egy szolgáltató központtal, illetve egy kisegítőházzal.
ahogyan a végállomás környezetét is ugye kialakítani, azokat a helyeket, ahova várókat esetleg, ahova a lakosok is ugye még a buszra várnak el tudnak helyezkedni, illetve a hajléktalanokat ugye a problémát szintén meg kell oldani. Nem hagyhatjuk őket az utcán nyilván. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly következik, hallgatjuk. Igen, ez a kérdés, ez elég fontos pontja a Budaörsnek. Szerintem itt a hajléktalan kérdés, a szociális, társadalmi együttélés kérdése, a közbiztonság, ez egy nagy kalappal kezelhető. Igen, technikai dolga vannak, szociális terület annak, hogy hogy lehet megoldani, de ez ide csapnám mellé ezt a kis apróságot is, hogy akkor a szakértők jelentek meg itt ebben a választási időszakban, akik azt mondják, hogy térfigyelőkamerákkal és mindenféle ilyen várás megoldáson meg lehet oldani a dolgot, anélkül, hogy 0-tól 24-ig rendőrök lennének ott, akiket bizony ezeket a rendőröket mi egyrészt motiváljuk arra, hogy Budaörsön is éljenek, lakjanak, akár lakhatási segítséggel, akár mással, vagy gondoskodnánk arról, hogy az ő, hogy mondjam, ilyen hangulatok és mindenféle olyasmi legyen, hogy ők ezt a munkát hatékonyan tudják elvégezni. Arra meg nem is beszél, hogy a lakótelepen mekkora probléma pontosan a társadalmi együttélés, mivel úgy tudom, mindenki tud, és mintha nem is létezne a gyakorlatban, csak ilyenkor választási ciklus alatt, vagy bocsánat, választások alatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bíró Gyula következik hajléktalan ügyben. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, a végállomás, mint első lépés, a végállomásnak a tervei készen vannak. Azért nem kerültek egyébként még egyelőre a közösség elé, mert még úgy érezte a hivatal, hogy nincsen teljesen finomra hangolva. Ezek rövidesen oda kerülnek, és akkor csak pénzkérdése. A hajléktalan ellátást az gyakorlatilag a máltai szeretett szolgálat vette át Budaörstől, tehát az ő feladatuk ezeknek az embereknek az ellátása. Hogy miért ott vannak, én sem tudok rá válaszolni. Köszönöm. Köszönöm. Paporsolya vetette fel ezt a kérdést. Kérjük, reagáljon az elhangzottakra. Hát elsősorban én a hajléktalan szálló létrehozását javasolnám, másrészt pedig a kamerarendszert jó dolognak tartom, csak igen, megfelelő létszámú ember kellene hozzá, hogy a 24 órás szolgálat meglegyen, akár a hajléktalanok kérdését nézve, vagy pedig a nyáron fiatalok randalíroznak ugye a lépcsők alján és a padokon, ezzel ugye zavarva a lakók nyugalmát, főleg, hogyha nyitva van az ablak. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Császár Károlyé a szó. Hallgatjuk. Csak egy apró gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ez is az a terület, amit hosszú évek óta tud itt mindenki. Akárki, amikor sétálok az utcán, beszélgetek, mindenki tud róla, és hagyták, hogy így maradjon, és ez idáig fajuljon. Köszönöm. Köszönöm. Bíró Gyula kért még szót, meghallgatjuk. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A kamerarendszer az 18 kamerával december folyamán fog beindulni, és akkor 24 órán keresztül beavatkozó egységgel együtt teljes működését elkezdi, valamint terben van még további 15 kamerának a kihelyezése. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szokolovszky Márk. Sajnos szintén reagálnom kell az elhangzottakra, ugyanis ugye 4 évvel ezelőtti választásokkor bíró úr nem azt ígérte meg, hogy a tervek el fognak készülni, vagy hogy majd a 4 év után következő évben ki lesznek helyezve a térfigyelőkamerák, hanem azt, hogy kész lesz gyakorlatilag, hogy létrehozzuk ugye a végállomás felújítását, megteremtjük, illetve a térfigyelőkamera rendszer működni fog. Köszönöm. Köszönöm. Bíró Gyula, szeretne erre reagálni? Nem. Köszönöm. Paporsolya tette fel a kérdést, ha nincs több hozzászólás, akkor repülünk tovább, bár engem azért érdekelne, hogy például amikor azt mondta, hogy hajléktalan szállót kell építeni, akkor ez a menedékház bővítését jelenti, vagy egy teljesen új szállót, hogy ezt hogyan gondolja. Nem mondja most el, vagy nem? Köszönöm szépen, akkor megyünk tovább. Egy újabb téma, egy újabb kérdés. Szokolovszky Márk. Korábbiabban elhangzott már az egészségügyi ellátásnak a fejlesztése. Kérdezném ugye a képviselőjelölt társaimat, illetve a bíró urat, hogy képzelik el a várólistáknak esetleg a csökkentését. Köszönöm. Köszönöm. Egészségügyi várólista. És ennek a csökkentése. Úgy látom, hogy egyelőre nincs hozzászólás. Bíró Gyula, igen, tessék, parancsolni, hallgatjuk. Megszólítottam, kénytelen vagyok egy-két szót mondani. Tehát azt mondtam, hogy jelen pillanatban 40 millió forint áll ennek a rendelkezésére. Jelen pillanatban az egészségügyi központ vezetősége próbálja kidolgozni azt a módszert, hogy budaörsieknek ne kelljen hosszú ideig várakozni, és sokat fog segíteni az, hogyha mellette lévő épületbe elindul a fizikoterápia, hiszen akkor az épületen belül fel fog szabadulni további rendelőintézet.
Azt persze csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy egy bizonyos létszám fölött nem tud ellátni ez az intézmény sem betegeket, hiszen az OHEP csak egy bizonyos létszámot finanszíroz. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly kért szót. Tessék parancsolni. Nem vagyok egy egészségügyi szakember, de azt én is hallottam, hogy felmerült olyan, hogy Budaörsön nem tudom milyen rendszerességgel hetente, havonta Budaörs napot tartani, hogy akkor a budaörsiek legyenek az első számú kezeltek itt, és az helyben elég sok mindent meg is oldana szerintem. Köszönöm szépen. Paporsolya, tessék parancsolni. Szeretnék még hozzáfűzni, hogy a telefonos központtal is problémák vannak, hogy nagyon sokan panaszkodnak, és én magam is tapasztaltam, hogy nem lehet telefonon elérni maga a központot, hogy az ember időpontot kérjen, vagy esetleg, hogyha szükséges, lemondja. Erre is esetleg, hogyha interneten lehetne, vagy valamilyen másfajta megoldás, hogy elérhető legyen a központ, mert nagyon sokszor fontos az embereknek, hogy tudjanak időpontot kérni, főleg, hogy nagyon sok a várakozási idő. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szokolovszki Márk, tessék parancsolni. A Fidesz-KDNP frakció 2011-ben készítetett egy egészségügyi tanulmányt, melyet a testület természetesen elfogadott. Gondolom ez alapján dolgoznak most is a testületben az egészségügyi ellátás fejlesztésében. Azonban a hatékonyságról mindent elárul szerintem, hogy 3 évvel a tanulmány elkészültét követően még mindig tervezési fázisban van, és nem tette követik a szavakat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kezdünk mindjárt egy újabb témát, de gyorsan megnézzük az összesítőt. Nehogy valaki kifusson az idejéből ideje korán. Bíró Gyula 5 perc 49, Paporsolya 6 perc 38, Szokolovszki Márk 6 perc 48, Császár Károly 5 perc és 8 másodperc. És akkor most Császár Károlyt kérjük, hogy vessen fel egy újabb témát. Köszönöm, szerencsére nem lőtték le, amit nagyon szerettem volna kérdezni. Egy ilyen filozofikus gondolatot vetnék föl. Mi a véleményük arról a mondatról, hogy Budaörs elsősorban a budaörsieké? Köszönöm. Melyikőjük szeretne ehhez a témához hozzászólni? Gondolom itt az intézmények kihasználtságára gondol? Vagy bármire, ki mit ért ez alatt? Hát egyelőre úgy látom, hogy nincs hozzászólás ez ügyben. Akkor hallgatjuk az ön véleményét, vagy akkor Bíró Gyula, tessék? Nem értem a kérdést, tehát a kicsit körbeírva. Igen. Én is próbáltam megmagyarázni. Császár Károly akkor. Látom, hogy nem érte a kérdés Bíró Gyula képviselőjelöltársam, úgyhogy most igyekszem akkor pár dolgokban elmondani, hogy mire gondoltam. Gondoltam például arra, igen, amit a Kállai Lajos szerkesztő úr mondott, hogy a budaörsi intézményekben azért közismert probléma az, hogy a budaörsi szülőknek közelharcot kell bírni azért, hogy ebbe a városba, ahol ők fizetik az adójukat, ők kerüljenek be, az ő gyerekeikkel be elsősorban. De nem csak erre akarom leszűkíteni a dolgot, hanem itt van mindjárt nekünk a parkolási gond. És ugye nem is olyan régen egy testületetesen Wittenkopf Tamás bejelentette, hogy tud róla, hogy Budaörsöt könnyebb települések P+R parkolónak használják. Hol vannak a tettek, uraim és hölgyeim? Hol vannak a tettek? Azt várom, hogy valaki sok-sok ciklus után egyszer mondja ki, hogy na most akkor holnap nekiállunk és megcsináljuk. És legközelebb, amikor itt választási műsor lesz, akkor arról beszélgessünk, hogy de ügyesek voltunk. Vagy pontosan akkor már nem, ugye, mert nem kell róla beszélgetni. Na erre gondoltam, köszönöm. Köszönöm. Azt esetleg nem mondja, hogy parkolás kapcsán ön mit tenne, tehát fizető parkolórendszer, egy óra, amit tekerni kell, külön terület, ahová csak budaörsiek mehetnek be, szóval, hogy ezt hogyan gondolja? Ugye a parkolási rendelet az már régóta készül, olvasgattam én is többféle verzióját neki. Sok-sok ötlet merült, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és Kállai Lajos el is magyarázott egy-két verziót, hogyan lehetne ezt csinálni. De például, ha más nem, akkor példát vetnénk mondjuk Budakesziről, ahol ezt megoldották bizonyos szintén egy kis ilyen papírórával, és akkor lehetne parkolni. Vagy akár felhasználni a budaörsi lakcímkártyát ahhoz, hogy a parkolást kedvezményessé tegyük, vagy ingyenessé a budaörsieknek, és terheteket róljon azokra, akik itt szeretnének csak parkolni munkaidő alatt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Bíró Gyula következik. Hallgatjuk. Köszönöm szépen. Ez megint egy olyan kérdés, amit úgy gondolom, hogy egy képviselőtestület valóban 2002 óta görget maga előtt. Én úgy gondolom, hogy ennek a megoldása csak konszenzussal jöhet létre. Ezt még egyáltalán nem sikerült elérni. Vitáink vannak. Volt parkolóórás rendszer, volt budaörs kártyás rendszer, volt az a papírórás rendszer, egyik sem kapott egyre többséget, ugye a legkorrektebb talán az órás rendszer lenne, viszont annak a kiépítése az drágább lenne, mint amennyi egyébként ebből haszon. Igen, Császár Károly még parkolás egyben. Igen, itt elhangzott egy kulcs szó, méghoz a haszon. Én nem a haszonra gondoltam. Itt az élhetőségre gondoltam, hogy budaörsök itt tudjanak becsületesen élni és nyugodtan parkolni, nem pedig az anyagi részét nézem. Hogyha majd nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen gazdag a városunk, legalábbis arányában Magyarországon, akkor újra fordítsuk, amely mi létünket könnyíti meg. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Bíró Gyula még parkolás ügyben. Egy mondatot, egy szót javítanák ki. Nem a leggazdagabb város, hanem a legfejlettebb. Oké, akkor parkolás ügyben lezártuk a diskurzust. Folytatjuk egy újabb témával. Most Bíró Gyulántól kérünk egy újabb kérdést, egy újabb témafelvetést. Köszönöm szépen, ezelőbb egy duplikát kérdést tettem fel a város összesenre, és arra nem kaptam reagálást, hogy a város összesenben mi az, ami még fontos kérdés lenne képviselőtársaimnak. Köszönöm, akkor megyünk tovább, vagy ez még Császár Károly? Én válaszolni szeretnék el az a kérdésre, hogy ha lehet. Igen, tehát a Buda is a legfejlettebb, mint megtudtuk város, és ennek ellenére akkor a mondandom ugyanúgy változatlan, mint az előbb elmondtam, hogy a városban mi az, amit én még nagyon hiányolok, és mi az, amire figyelni kellene, ez az a része, amire főleg a liberális társaságban nagyon büszke, hogy itt a Budaörsöt szépen kitömték mindenféle multinacionális vállalkozók pénzzel, holott szerintem ez a emberi természettel ellentétes. Legalábbis nem teljesen, de mondjuk jó jön a pénz, de attól függetlenül figyeljünk arra, hogy mégis az ember az hogyan szokott élni. Gondolok itt elsősorban az önellátás dolgára, hogy egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért kell mindent nekünk kiszervezni, mindent arra rábíznunk, hogy itt majd fizetik a helyi adót az emberek, és mi nem tudunk magunkról egy kicsit gondoskodni. De nem rabolom tovább az időmet, mert nagyon fogy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szokolovszky Márk a témához. Hát a város egészét tekintjük, és a bíró úrnak a képviselő, illetve az egyesületi társaira gondolok, akik mindig arra hivatkoznak, hogy gyakorlatilag ugye többször elhangzott, hogy a lépcső legfelső fokán állunk. Hát szerintem ez eléggé téves vélemény, én nem érzem így, és a lakosok se érezték így, azok elsősorban, akikkel sikerült beszélnem az elmúlt hetekben, hónapokban. Városi szinten egyfolytában szó esik arról folyamatosan, hogy az épületeket hogy kell fejleszteni, intézményeket, természetesen szociális ellátóközpontokat. Ezek nagyon fontos témák, de ugyanakkor időt és energiát kell fordítanunk a közösségépítésre is. Ugye beszéltek a fiatalokról is, fiatal évén én is érzem azt a problémát, hogy Budaörs városában az éjszakai élet kellően kihalt, ugye a fiatalok Budapestre mennek elsősorban, mikor egyrészt a biztonság miatt is jobb lenne esetleg itthon tartani őket. Köszönöm. Köszönjük szépen. No, azért csak kapod rá egy-két reakciót. Hallgatjuk az ön véleményét, és Bíró Gyula. Köszönöm szépen. Tehát a tények makacs dolgok. Tehát ha egy KSH azt mondja 30 jelző szám alapján, hogy a legfejlettebb, akkor a legfejlettebb, tehát ezzel lehet vitatkozni. Na de ezzel menjünk tovább. Abban kétségtelen kollega úrnak igaza, hogy rengeteg olyan feladatunk van, amit még meg kell tenni. Ilyen az új postaépület, ahol abszolút konszenzus van abban, hogy abból egy kulturális központot építsünk. Ennek a részleteit kell most már csak a helyére rakni, és én úgy gondolom, hogy ez a következő ciklusban meg is valósítható. Nekem van egy személyes fájdalom, ezt el is szoktam mondani bármilyen riportban, ez pedig az Árpád utcai kisegítőiskola, amilyen állapotban van. Én úgy gondolom, hogy ott is tettünk annyi lépést, hogy a mellette lévő telkeket megvásároltuk, illetve a mellette lévő házat is, most már csak a nyugdíjasokat kell megfelelő helyre elhelyezni, erre is vannak tervek, és akkor ott épülhet egy olyan iskola, amelyik tényleg méltó Budaörshöz. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly kért szót, megadjuk, hallgatjuk. Csak hát az iskolához fűzném hozzá, hogy azért 2014-ig kellett várni, még a Jobbikos képviselőasszony kezdeményezésére a WC bekerült az udvarról. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezt a kört Bíró Gyula indította. Akkor egy újabb kérdést, egy újabb témafelvetést kérünk Paporsójától. Köszönöm. Bíró úrhoz intéznék, vagyis tennék fel egy kérdést, hogy a Nádasdülő sétánynál másfél évig nem volt közvilágítás, és hogy most ugyanez a probléma a Szivárvány utcánál, és hogy itt már két hónapja nincsen, hogy ezt nem lehetne, hogy jobban ellenőrizve legyen, mert nagyon sok problémát okoz ez az ott élőknek. Köszönöm. Köszönöm. Itt ugye akkor arról van szó, hogy ott vannak a lámpák, csak nem világítanak. Bíró Gyula, szeretne erre reagálni? Köszönöm szépen, másfél évi kemény munkám volt az elműnél, miután hajlandóak voltak kicserélni a vezetéket, és ott a semmi probléma. Én nem tudtam erről a problémáról, de amennyiben újra megválasztanak, természetesen ezt is meg fogjuk oldani. Köszönöm. Közvilágítás ügyben nincs további hozzászólás. Orsolya, kíván még rá reagálni? Igen, hallgatjuk. Nem, köszönöm. Köszönöm szépen, akkor egy újabb téma, vagy megnézzük az órát, hogy kinek mennyi ideje van, nézzük meg akkor gyorsan.
Bíró Gyula 3 perc 56, Paporsolya 6 perc 14, Szokolovszki Márk 5 perc 55, Császár Károly 2 perc 45, és akkor most a téma felvető Szokolovszki Márk. Szerintem van egy probléma, amiről még nem esett szó. Több helyen felmerült a körzetben az idősekkel kapcsolatban, akik egyedül élnek, hogy nem tudnak kitriasztani betegség esetén, illetve rosszulét esetén. Jelöltársaim, hogy oldanák meg ezt a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Melyikőjük szeretne? Paporsolya. Tessék parancsolni. Én is különösen, hogy egészségügyi a végzettségem, nagy szívügyem az idősek kérdése. Erről a kérdésről, mert én is sokat gondolkodtam, hogy egy ápolói szolgálatban gondolkodtam, ami akár 24 órás felügyeletet biztosítana, vagy esetleg nappali éjszakai váltakozással, mert nagyon sokan nem akarják beadni otthonba a hozzátartozójukat, amit meg is értek, viszont család van és munkahelyük van, és ez nagyon nehéz kérdés. Nagyon sok családban, és hogy erre azért egy ilyen ápolói szolgálatot, amit az önkormányzat támogatna, mert nagyon sok ennek a költsége, hogyha ezt mindenkinek saját erőből kéne kifizetnie. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly kért szót. Tessék parancsolni. Nem vagyok ugyan egészségügyi szakember, de egyébként egyetértek a hölgy véleményével. Viszont feltennék egy másik kérdést, hogy a fogyatékkal élőknek volt egy foglalkoztatója, azt miért kellett bezárni? Szerintem újra kéne indítani. Köszönöm. Köszönöm. Ehhez a témához jelentkezett Bíró Gyula. Csak annyit mondanék, hogy működik egy ilyen rendszer, egy ilyen karórás rendszer, amit ha illető idős igényel, akkor azt megkaphatja, és akkor már a felügyelet ebben megoldott. Természetesen ezt lehet tovább fejleszteni, tehát ötleteket szívesen várunk, hogy hogy lehet ezt tovább fejleszteni. Köszönöm. A másikról nem tudok mit mondani. Úgy látom, hogy akkor több hozzászólás nincs, de Szokolovszki Márk, hallgatjuk. Úgy gondolom, hogy ha több helyen felmerül, akkor ez a rendszer mégse működik olyan zökkenőmentesen. Véleményem szerint odafigyelésre lehetne ezen változtatni elsősorban. Azaz a polgárőrséget esetleg a lakótelepen érdemes lenne kialakítani, illetve az egészségügyi ellátást lakótelephez, szakellátást minél közelebb hozni az itt lakóknak, hogy a problémáik megoldására, ugye egészségügyi ellátásra választ tudjon adni. Köszönöm. Köszönöm, ez akkor azt jelenti, hogy egy szakrendelő épüljön a lakótelepen, vagy itt is rendeljenek szakorvosok? Úgy gondolom, hogy mérlegelni kell ennek a lehetőséget is, igen. Köszönöm. Paporsolya vetette fel a témát. Hallgatjuk a véleményét. Én elmondtam a véleményemet, nem én vetettem fel ezt a témát. Bocsánat, de elmondtam a véleményemet. Az otthoni gondozást ön vetette fel, és hogy kellene egy ilyen rendszert, és ehhez szóltak hozzá a többiek. És gondoltam, hogy igen, akkor reagál mindenre. Igen, hogy egyetértünk, amit a Szokolovszki úr mondott, egyetértek vele, hogy itt a lakótelepen szükséges lenne, főleg azért, mert hogy amiről már beszéltünk, hogy a központi egészségház már nem tud számos beteget fogadni, tehát van egy határ, és ezért erre valóban szükség lenne. Köszönjük szépen. Akkor most Szokolovszki Márk a téma felvető? Igen, de már reagáltam rá, úgyhogy. Oké, de ezt a kört Paporsolya indította, akkor most egy újabb kérdést kérünk szépen öntől, egy újabb téma felvetést, mert hogy úgy látom, hogy ez nincs több hozzászólás, ki tárgyaltuk, egy újabb témát kérünk. Rákérdeznék az állami panelprogram továbbfejlesztésre, ugyanis a panelprogram nem minden problémára nyújtott megfelelő választ. Mi a véleményük erről a jelöltársaknak? Köszönöm. Köszönöm szépen. Bíró Gyula, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, ez természetesen így van, hiszen a panelprogramban pontosan meg volt határozva, hogy mi az, ami felújításra kerülhet. Nyilván képviselőtársam fiatal koráról tekintettel nem emlékezhet arra, hogy a panel program előtt Budaörsön volt egy olyan alap, amelyikre az ipari technológiával épült társasházak pályázhattak, és itt lehetett nyerni 1 milliótól 2 millió forintot. Én úgy gondolom, hogy ezt szintén vissza lehetne hozni. Nem rajtunk múlik, mi többször javasoltuk. A többség elvetette. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly, hallgatjuk. Igen, hogyha már itt tartunk a paneleknél, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy
Vajon mi gátolta meg az eddigi képviselőtestületeket abban, hogy mondjuk a közös rezsiköltséget úgy csökkentsék, mert ugye az a legjobb rezsim meg se termelődik, hogy mondjuk a panházak tetejére napcellákat ilyeneket termelnek, amivel jelentősen csökkenthető a házak rezsije. Budapesten is van erre példa, országosan is van erre példa, tökéletesen működik. Érdeklődnék, köszönöm. Köszönöm szépen a témához. Ha nincs, akkor Szokolovszky Márk véleményét várjuk. Köszönöm. Én megint azt nem értem, hogy miért kell mindig az állam segítségét megvárni a társasházak felújításához, ugyanis ez budaörsi probléma volt, és jelenleg is a elsősorban a gépészeti felújításokra lenne szükség, korszerűtisítésekre, lépcsőházi felújításokra, felvonó felújításokra, amikre ugye nem feltétlenül kell az államot megkérni, ugyanis ez önkormányzat, illetve képviselő prioritás. Köszönöm. Köszönöm. Bíró Gyula szeretne még reagálni. Igen, csak nagyon röviden, kevés az időm. Én is úgy gondolom, hogy nem kellene mindig az államra várni, bár egyébként Szokolovszky úr által támogatott polgármester úr viszont ezt magyarázza, hogy az államtól kell várni itt a segítséget, és én úgy tudom egyébként, hogy lesznek is ilyen állami pályázatok. Úgy gondolom, hogy érdemes megvárni. Köszönöm. Császár Károly jelentkezett még a témában. Igen, nagyon furcsa ez a kérdés, mert ugye, ha meg jól tudom, akkor Budaörs olyan szinten adta fel az önállátását, amit saját magán belül el tudna intézni, hogy állandóan arra várunk, hogy kívülről majd segítsen előttük valaki, hogy telepénye ide egy új cég, hogy magunktól miért nem oldunk meg semmit. Ezt én egyfajta firtatom, és nem is fogom abbahagyni. Köszönöm. Köszönjük, Bíró Gyula. És mit? Én megszólalni, mert hogy Budaörs nagyon hosszú ideje a saját bevételeiből él, és nem abból, amit bárhonnan is eddig leosztottak volna neki. Köszönöm. Köszönöm, Császár Károly, még egyszer. Örülök neki, hogy mondjuk most nem adok nevet, egy áruházlánc az Budaörs területén van, azt értem, de hogy a Budaörs érdem lenne, azt már kevésbé, maximum szerencsé vagy jó helyen fekszik. De ez nem a mi érdemünk, akik dolgoztunk, vagy te. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szokolovszky Márk indította az állami panelprogrammal kapcsolatos kérdést. Várjuk a reagálását. Ugye, ahogy elmondtam, rengeteg problémát kell még, főleg belső építészeti problémákat kiavítani, illetve felújítani az idézett társasházrészeket. Ugye akkor a polgármester, Fidesz-KDNP polgármester jelöltjét támadás érte, úgyhogy őt megvédve valószínűleg úgy értette, hogy az állami segítséget minden körülmények között természetesen maximálisan ki kell használni a városnak, de hogyha éppen az állam nem tud segíteni, akkor az önkormányzatnak, hogyha már tényleg saját forrásokból építkezik, meg kell oldania. Köszönöm. Köszönöm, Bíró Gyula kért szót. Bocsánat, ezt mondtam, hogy akkor ismét létre kell hozni egy alapot, és akkor a helyi pénzből helyi lakosok, illetve a társasházak pályázhatnak. Persze, nem elfelejtve, hogy a Budaörs nem csak lakótelepből áll, hanem egyéb házakból is, tehát akkor oda is egy ugyanilyen alapú pályázat ki kell írni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, sok érdekes elhangzott. Mondjak időt, vagy mehetünk tovább? Mondjak? Igen, akkor megnézzük a kis összesítőnket. Bíró Gyula 2 perc 36, Paporsója 5 perc 3, Szokolovszky Márk 4 perc 3, Császár Károly 1 perc 50, és akkor most Császár Károly következik egy újabb téma felvetésével. Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy a képviselőjelöltek, ha a képviselő választja őket a tisztelt választóközönség, akkor ők tisztább legyek azok, akik kicsodák valójában. Ezért az lenne a kérdésem, hogy ki hogy határozna meg azt a szeretetet, aki miatt most itt tud ülni és indulhat a jelöltségével. Köszönöm. Köszönöm. Hát ugye Paporsója független jelölt, tehát neki ezt nyilván másként kell megmagyarázni. Melyik, hogy ő kezdi, ki kíván erre válaszolni saját időkeretének a terhére? Bíró Gyula, tessék. A Budaörs Fejlődés és Sért Egyesület tagjai pártól függetlenül és pártól független színekben indulnak. Ez egy többszínű társaság. Mi egyértelműen Budaörsé szeretnénk dolgozni, és reméljük, hogy minél több tagunk be is fog kerülni a képviselőtestületbe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még hozzászólások? Paporsója? Igen. Én független jelölt vagyok. Pártoktól függetlenül az embereket, Budaörsöt szeretném képviselni, az ő mindennapi problémáikat, és nem valamilyen pártot képviselek, hanem az emberek és a közérdekeit. Köszönöm. Köszönöm. Szokolovszky Márk következik. A Budaörs Fejlődésért Egyesület nyilván sokszínű, nevezhetjük annak is. Ugye akkor nincs olyan tagja, aki ne lett volna MSZP vagy SZDSZ tag, vagy nem az a mai napig. Én személy szerint ugye Fidesz-KDNP jelöltként indulok a választáson, nem kívánok egy polgármester mögé bebújni, én a saját teljesítményemet szeretném a város szolgáltába, illetve a körzet szolgáltába ajánlani. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Császár Károly vetette fel ezt a témát. Igen, csak röviden, mert tényleg nagyon kevés az időm. A függetleneket tényleg nem megbántva, de én arról, hogy függetlenek, én azért teszem, hogy nem tudjuk, hogy kicsodák ennyi. Fidesz-KDNP-ről nem sokat szeretnénk mondani, mi ellenzéke vagyunk a kormánypártnak. A Budaörs Felületési Egyesületben meg úgy láttam, hogy civilbe bebújtatott pártpolitikusokról van szó, akik megpróbálják nekünk elmagyarázni, hogy a Budaörs táblánál meg lehet állni egy embernek, és sapkát cserélni, és onnantól kezdve nem politikusként viselkedni. Én ezt nem hiszem el. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor egy újabb kérdést, egy újabb témát kérünk szépen most Bíró Gyulától. Köszönöm szépen. Elhangzott itt már itt a beszélgetés során gyakorlatilag minden, ami a körzetet érinti. Megint azt mondom, hogy próbáljunk egy kicsit a városra koncentrálni, városközpont. Városközpont. Ebben a körzetben, más körzetben van erre szükség, hogyan? Ezek a kérdések. Szokolovszky Márk jelentkezett elsőként. Köszönöm a kérdést, már azt hiszem másodszorra is fölmerült, hogy térjünk ki nagyobb, tehát a szűklátókörűségből térjünk ki, és foglalkozunk az egész városra. Ugyanakkor szerintem ez a vita pont nem erről szól, pont arról szól, hogy az itt lakóknak milyen problémáik vannak, és hogy oldanánk meg. Ugye a polgármester jelölt vitára hagyjuk a nagyobb kérdéseket. Illetve már a városközpontot szóba hoztuk, természetesen szerintem is hiányosság, hogy nincs egy olyan közösségi tér, nincs egy olyan tér a városban, ahol akár az egész lakosság össze tud ülni nagyobb fesztiválokra akár. Ezen mindenképpen változtatni kéne, illetve egy alkalmas programot létrehozni. Köszönöm. Köszönöm. Főtérrel kapcsolatban Császár Károly. Igen, én is úgy érzem, hogy Budaörsön azért hiányosság van itt a városközpont szempontjából, bár a templomtér valamennyire tekinthető ugye annak, de a templomtéret illető nagy tervek, amiket hallok, hogy ott esetleg piacot kéne létrehozni, ez egy kicsit meredeknek tűnik számomra. A piacra hatalmas szükség van, szintén hosszú évek óta tervezik, most szerencsére van egy nekünk itt pont ebben a választókerületben. De azért a templomteret, ami egyrészt ilyen vallási, kulturális központja is lehetne Budaörsnek, hát szerintem nem erre kéne szállni, úgyhogy ezt innen üdvözlöm a Vittikoftás polgármester jelölt úrnak. Köszönöm. Köszönöm. Városközpont ügyben nincs több hozzászólás. Bíró Gyula vetette fel a kérdést. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy továbbra is van Budaörsnek szüksége egy városközpontra. Egy koncepció ugye már el is indult egy időben, és akkor az nem fejeződött be, amikor kialakult volna egy központi város, mag egy sétáló utcával egészen a Zicsi Majorig. Én úgy gondolom, hogy ezt a koncepciót újra elő kellene venni, és meg kellene próbálni megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pont az előző választókerület vita műsorában merült ez fel. Rápillantunk az órára, aztán Paporsolya tesz majd fel egy újabb kérdést, vagy vet fel egy újabb témát. Bíró Gyula 1 perc 46, Paporsolya 4 perc 49, Szokolovszky Márk 3 perc és 7 másodperc, Császár Károly pedig 46 másodperc, és akkor a szó most Paporsolyáé. Bíró úrnak tennék fel egy kérdést, hogy a Napsugárs hétánál van egy vízzel vezető árok, amely be lett temetve a szúnyogok miatt, de attól, hogy még be van temetve, ugyanúgy szúnyog nevelde, és ugyanúgy a probléma nem oldódott meg, hogy ezt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan mi a véleménye. Köszönöm, tehát a Napsugár sétánynál egy árok a kérdés és a téma. Bíró Gyula szeretne rá reagálni, tessék parancsolni. Mint megszólítottam, bár nagyon rövid az időm, mint az elején a hozzászólásban is mondtam, hogy teljesen a szabálynak megfelelően épült, a körülbelül 300 méter helyett most körülbelül egy 2 négyzetméteres vízfelület található. Köszönöm. Köszönöm. Ehhez úgy látom, hogy nincs több hozzászólás. Paporsolyát kérem, hogy akkor reagáljon az elhangzottakra, vagy mondja el, hogy szerintem itt és hogyan kellene tenni. Hát a szúnyog kérdés ezzel nem oldódott meg, és a szúnyogírtás megfelelően működik itt Budaörsön, úgy vettem észre, tehát ez egy megint a közpénzek elszórása. Szerintem azt érintette ez a betemetés, ez a vízvezető árok betemetése. Tehát a problémát nem oldotta meg, viszont ugyanúgy a közpénz ment rá. Köszönöm. Köszönöm. Folytassuk valami más témával, de hogy mivel? Ehhez még Bíró Gyula, tessék. Csak egy mondat, hogy tisztázunk valamit, nem az én mániám volt, a környékben a lakosságnak volt ez a kérés, hogy ez az árkot szüntessük meg. Köszönöm. Köszönöm. Árok, így akkor lezárva. Szokolovszky Márk, miről beszéljünk? Szeretném megemlíteni a kutyafuttató kérdését, ugyanis több száz családot érint a lakótelepen, hogy nem tudják a
a kutyáikat a környékben sehova kivinni, ugye anélkül, hogy zavarnák az itt lakókat, illetve az autós forgalom esetleg ugye zavarja a kutyásokat. Ezzel kapcsolatban kérdezném a képviselőjelölt társaim véleményét. Tehát kutyafuttató kell-e? Ha igen, akkor hova? Hogyan? Paporsolya? Hát szükség lenne rá mindenképpen, mert az óvodák és játszóterek mellett futkosok kutyák, akikre ugye pórásra adnak, és abból a csapból isznak, ahol a gyerekek, számos betegséget, kötőártyagyulladást okoznak. Ez nagyon sok szülőnek problémát okoz. Mindenképpen szükség lenne rá. Talán nem is a lakótelep környékén, még ha ez lenne a kényelmes a kutyatartóknak is, hanem külterületen kellene erre egy olyan megoldást, ami nem zavarja a lakók nyugalmát. Köszönöm. Köszönöm. Hallottunk tehát egy javaslatot, egy véleményt külterületen. Bíró Gyula? Köszönöm szépen. Kutyafuttató örök téma. Én magam többször nekifutottam. Mindig voltak ellenzői. Ez ugyanolyan, mint egy fekvőrendőr legyen, de lehetőleg ne én előttem, hanem valahol messzebb. A külső és távolabb lévő kutyafuttatóból pedig egyértelműen elmondhatom azt, hogy az a tapasztalatom, hogy minden kutyás azt mondta, hogy köszöni szépen, abból nem kér. Köszönöm. Köszönöm. Kutyafuttató ügyben Szokolovszki Márk véleményére vagyunk kíváncsiak. Hát elsősorban arra gondoltam, és természetesen ezt fogom mindig támogatni, hogy az itt lakók véleménye, illetve elképzelései alapján szeretnénk a kutyafuttató kihelyezését. Sok helyen felmerült már, sok családdal, itt lakóval beszélgettem, hogy mindenképpen szükségük lenne egy ilyen területre, természetesen nem a belterületen, és mindenkit meg fogunk kérdezni, mindenkinek a véleményét ki fogjuk kérni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor mindjárt kezdünk egy újabb kört, csak rápillantunk az órára, mert hogy azért lassan-lassan, de közeleg a műsor vége. Bíró Gyula 1 perc 8 másodperc, Paporsolya 3 perc 33 másodperc, Szokolovszki Márk 2 perc 17 másodperc, Császár Károly 46 másodperc, és most a kérdezés joga Császár Károlyt illeti, csak röviden kérem szépen. Hát igen, kétségtelen nincs sok időm, inkább ezért csak felvettem a kérdést, valószínűleg reagálni már nem tudok saját magamra. Budapesten kialakult hosszú évek alatt egy közlekedési káosz. Ki ezért a felelős, és hogy történt ez meg így? Köszönöm. Köszönöm. Budapest közlekedéséről akkor ki szeretne beszélni arról, hogy ezt hogyan látja, milyen megoldási lehetőségeket lát, mit tenne képviselőként ez ügyben. Bíró Gyula, tessék. A hosszú távú terve, vagy az repülésszerkezeti terve szerepel egy párhuzamos tehermentesítő út, azt meg kellene csinálni. Bárki is lesz képviselő közülünk, nem ebben a ciklusban, de talán még a következőben sem biztos, hogy fog sikerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm, itt arra gondolja, hogy a szervizút meghosszabbítása egészen az Egér útig. Igen, egy reakció elhangzott, nincs több hozzászólás. Császár Károly kíván erre reagálni? Csak egyetlen mondat. Bizony, csak nem 2014-ig kellett volna várni ezzel, amikor még voltak területek, akkor sokkal könnyebb lett volna megoldani. Hát most megvezetettük magunk dolgát, de egyébként valóban meg kell oldani, ezt kétségtelen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor egy újabb témát kérünk szépen Bíró Gyulától. Miről beszéljünk még? Hát én úgy gondolom, hogy feltétlen kellene beszélni a budaörsi kulturális életről is. Kinek mi a véleménye róla? Paporsolya kért szót, hallgatjuk. Fontosnak tartom én is ezt, hogy itt Budaörsön a fiatalokat támogatva valami kulturális intézményt, helyi mozit létrehozni, ami nem ilyen multiplexekkel venné fel a versenyt, mert nem is tudná, hanem egy egyszerűbb megoldásban gondolkodnám, és olyan programokat, ami a kamaszokat, a fiatalokat ide kötni, és nem a padokon és a közterületeken folyna, főleg nyáron az esti lárma zavarva ezzel mindenkit. Köszönöm. Köszönöm. Az ifjúság klubban lévő mozi fejlesztésére gondolva, vagy egy teljesen új mozi építésére? Hát akár az, tehát valamilyen olyan megoldásban, ami nyilván nem veszi fel a versenyt a multiplexekkel, de egy ilyen kisebb moziban, mint a régi. Köszönöm. Szokolovszki Márk kért szót, tessék parancsolni. Természetesen az ifjúsági klubbal jönnék én is, ahogy a szerkesztő úr megemlítette, ugyanis ott időszakosan működik mozi, illetve a fiataloknak különböző szórakozási lehetőségeket nyújt. A kulturális élet szerintem Budaörsön
több rétű, illetve eléggé fejlett. Ugye egyrészt vannak ezek a nyíltéri főúton rendezendő fesztiválok, illetve a Művelődési Ház és a Latinovics Színház is sokszínű programmal kedveskedik az itt élőknek. Szerintem nem ez a legelhanyagoltabb pontja a városnak, viszont nyilván itt is van még hol fejlődni, de nagyjából a kulturális programok sokszínűségével elégedett vagyok. Köszönöm. Kultúraügyben ennyi. Bíró Gyulától kérjük ez ügyben a lezárást. Köszönöm szépen, hogy nagyon gyorsan tudok rá reagálni. Tehát én próbáltam azt kiprovokálni az urakból, amit egyébként már szintén elhangzott, meg az előző beszélgetésekben is elhangzott, hogy kellene egy tér az ifjúságnak is. Én úgy gondolom, hogy a új képviselőtestületnek nagyon gyorsan rendbe kellene tenni az új postával és abban kapcsolatos problémákat, eldönteni, hogy hogyan és miképpen működjön az épület. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kultúraügy akkor egyelőre lezárva. Paporsolyánt kérdezzük, hogy miről beszéljünk még. Hát probléma a panellakásoknál, hogy a galambok és denevérek bele mentek a felújításkor maga a felújtandó panelházaknak tehát a panelházakba bele mentek, és ez zajt okoz a lakóknak, és hogy erre milyen megoldást gondolnak a képviselő urak. Köszönöm. Ki kíván erről beszélni? Valószínűleg lesz időm. Tessék, Bíró Gyula. Egy mondat, a denevér védett állat, itt a galambok között is vannak védettek, tehát nagyon nehéz a probléma. Köszönöm. Köszönöm. Császár Károly. A szabály a szabály, szerintem meg a lakók érdekében ezt azért meg lehetne oldani valahogyan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paporsója kíván még erre reagálni. Tessék parancsolni. Köszönöm. Hát vannak a denevérek, ugye, tehát ultrahangos jelző riasztók vannak, amivel ugye, mivel védettek, nem bántanánk őket, csak hogy ne menjenek be a panelházaknak az oldalába, a galamboknál és galambháló vagy ilyen jellegű megoldásra gondoltam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rápillantunk az órára, hogy kinek mennyi ideje van még. Bíró Gyula 18 másodperc, Paporsolya 2 perc és 5 másodperc, Szokolovszky Márk 1 perc 39 másodperc, Császár Károly 24 másodperc. A játékszabályok szerint most Szokolovszky Márk következik egy újabb téma felvetésével. Megragadnám az alkalmat, hogy a helyi demokrácia erősítésére is kitérjek. Miként vélekednek erről jelöltársaim? Igenis. Helyi demokráciáról ki kíván szólni? Ez ügyben most nincs vélemény, vagy legalábbis nem erre akarják az idejüket fordítani a jelöltek. Akkor hallgatjuk az ön álláspontját. Úgy gondolom, hogy minél szélesebb körben érdemes bevonni a lakosságot a döntéshozás folyamataiba. Nem csak havonta, két havonta megrendező lakossági fórumokon, hanem személyes kapcsolatokon útján, illetve a vélemény kikérés mindenféle módján. Köszönöm. Köszönjük. Paporsolya kért szót, tessék parancsolni. Erre szeretnék, hogy egy lakótelepi részönkormányzatba gondolkodnák, hogy a minket érdő kérdésekben mi dönthessünk, hogy ezt szeretném javasolni. Köszönöm. Köszönöm. Igen, ezt mondta a felvezetőjében is Bíró Gyula. Egyetlen egy mondat, mert rövid az időm. Minden nap itt jövök, megyek a lakótelepen, tehát elérhető vagyok. Én biztosan. Köszönjük szépen. Demokrácia erősítés ügyben, Szokolovszky Márk. Ennyi. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk tovább. A sorrend szerint most Császár Károlyt illeti a szó. Nem sok ideje van, használja, mire gondolja. Öné a szó. Igen, én most elpasszolom, én elköszönni szeretnék meg a kedves nézőktől, úgyhogy köszönöm. Akkor Bíró Gyula következik. Ő is passzol. Paporsolyának még több perce van, akkor esetleg szívesen hallgatnánk például a részönkormányzattal kapcsolatos elképzeléseit. Ugye Budaörsön működik két részönkormányzat, a Frankhegyen és Kamaraerdőn. Akkor, ha létrejönne egy a lakótelepen, hogyan jönne ez létre, kikből állhatna, miről dönthetne, hogyan működhetne, mire lenne ez jó? Hát a társas, vagyis a lakók választanák meg,
Tehát ez belsőleg történne, és ugye a mindennapi kérdésekkel tudna foglalkozni, amivel az önkormányzat nem, mert ugye nagyon sok kérdés merül fel napi szinten, és ebbe tudnának segíteni a lakóknak, hogy ez összefogná, de egységet alkotna, és sok probléma szerintem megoldódna ezzel. Köszönöm, Császár Károly ehhez a témához. Csak két szó, vállalom a megszervezését. Köszönöm. Köszönjük. Akkor itt már valamiben kezd konszenzus kialakulni. Ehhez a témához úgy látom, hogy nincs több hozzászólás. Akkor megyünk tovább. Vagy megnézzük, hogy kinek mennyi ideje van, jó? És akkor pontosan tud mindenki kalkulálni. Tehát Bíró Gyula 12 másodperc, Paporsoly 1 perc 26, Szokolovszky Márk 1 perc 17, Császár Károly pedig 18 másodperc. Szokolovszky Márkot illeti most a szó. Én úgy gondolom, hogy nem lenne méltányos a jelöltársaimmal szemben, akinek már kevesebb az ideje, hogy most egy újabb, nagyobb témába belemenjünk, úgyhogy én passzolnék most, köszönöm. Köszönöm szépen, én akkor pedig azt kérem a képviselőjelöltektől, hogy zárjuk le valamilyen úton módon a beszélgetést, mindenki foglalja össze azt, ami elhangzott, amit fontosnak tart a választókerületével, a saját jelöltségével kapcsolatban. Császár Károly. 18 másodpercben annyit tudnék mondani, hogy ezúton kívánok minden egyes képviselőtársamnak fair play szereplést és minél jobb szereplést. Azzal a felhanggal, hogy Vitéhoff Tamás is értse és végre tanulja némi tiszteletet, hogy nagy J-vel írják a Jobbikot, és hát győzön a Jobbik ennek fényébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bíró Gyulái a szó. Hallgatjuk. Köszönöm szépen. Zárszó gyanánt én egyet kérnék a tisztelt választópolgároktól. Amennyiben elégedettek Budaörs fejlődésével, úgy szavazzanak Vitinkov Tamás polgármesterre és jó magamra ebben a választókörzetben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most Paporsoly, független jelölt következik. Hallgatjuk. Nekem még maradt egy kis időm, és még ki szeretném emelni, amit nem említettem a programjaim közül, hogy az óvodákban és iskolákban kresztpályát gondoltam, hogy szükséges lenne, mert ilyen itt Budaörsön nincsen, és szerintem nagyon segíteni a gyerekeknek az érdeklődését, fejlődését, és a közbiztonságukat is segíteni, valamint egy helyi babysitter szolgálatban is gondolkodom, mert sok probléma számos szülő számára, hogy oldja meg a gyermekét, ha nagyszülő nem tud segíteni. A kedves választókat megkérném, hogy mint független jelölt támogassanak, hogy pártoktól függetlenül tudjam én is őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnézzük még egyszer az összesítőt, hogy kinek adjam most meg a szót. Szokolovszky Márknak még 1 perc 11 másodperce van, Paporsolyának 40 másodperce, Bíró Gyulának elfogyott az ideje, Császár Károlynak pedig egy jelképes 3 másodperce. Szokolovszky Márkot illeti most a szó. Hallgatjuk. Én arra szeretném kérni a lakótelep lakosait, hogyha valóban úgy gondolják, hogy a városnak, illetve a körzetnek nincs már hova fejlődnie, akkor nyugodtan támogassák az ellenzéki alakulatot. Viszont ha bármilyen problémájuk van esetleg a városban, illetve a körzetben, a társasházukban, akkor azt tudom tanácsolni, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit, illetve engem támogassanak. Ha önök is szeretnék, hogy a lakótelep meginduljon a dinamikus fejlődés útján, én nem látok sok választási lehetőséget. Itt ugye lehetséges, hogy az előző városvezetés, illetve az előző képviselő úr már kicsit elfáradt a szerepében. Itt a lendületet, illetve a fiatalságot szeretném képviselni. Köszönöm. Köszönöm szépen, még 29 másodperce maradt. Császár Károlynak jelképes 3 másodperce van, megadjuk a szót. Igen, nem is olyan régen egy bácsi megkérdezte, hogy kire szavazzon, és én próbáltam a kulturátlan, és azt mondta neki, hogy szavazzon arra a pártra és arra életre, akiben még nem csalódott. Hát itt már többen van, akik becsalódtak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bíró Gyulának elfogyott az ideje, úgyhogy most Paporsolya következik. Legutóbb a kresztpályákról beszélt. Több városban kezdeményezés például az, hogy a középiskolásoknak kifizetik részben vagy egészben a gépjárművezetői vizsgáját. Ez például része lehet a kresztpálya építésnek? Akár igen, de úgy gondolom, hogy az óvodás korban már nagyon fogékonyak a gyermekek, és nekem is vannak gyermekeim, bicikliznek, és nagyon fontos lenne, a Városligetben is van egy ilyen pálya, és nagyon sok fontos és érdekes dolgot
fontos és jelentős dolgot meg tudnának ebből tanulni, ami később, hogyha nagyobbak, akkor ha bicikliznek, akkor számos közúti balesetet meg lehetne szerintem előzni. Köszönöm szépen, 13 másodperce marad még, ki kívánja használni, lezárni a saját gondolatait. Nem? Akkor majd még később, akkor Szokolovszky Márkot illeti most a megszólalás lehetősége. Köszönöm. Végszóként annyit szeretnék még hangsúlyozni, hogy a következő napokban minden háztartásba eljutatjuk a Fidesz-KDNP és a Budaörsi Lakótelepért Egyesület közös programját, amiből itt már az elmúlt beszélgetésben hallhattak részleteket. Azt kérem önöktől, hogy szavazzanak a lakótelepre, illetve támogassák a jobboldali jelölteket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány másodperce maradt egy-egy jelöltnek, akkor ez bennmaradhat, ugye? Úgy érezzük, hogy itt a mai műsor vége. Mai műsornak még nincs vége, a műsor folyam még folytatódik tovább. Most a 800 számú választókerület jelöltjei csaptak össze, ez volt a lakótelepi körzet, de folytatjuk tovább nem sokára a 9-es választókerülettel. Ez a törökugratói városrész takarja. 15 órakor kezdődik élőben majd ez a vita szombaton. No, meg természetesen felvételről a bvtv.hu oldalon és a hét folyamán az ismétlésekben. Maradjanak velünk!